Nem túlzó igazság, hogy az ő hatalmas áldozatvállalása és küzdelme nélkül ma nem beszélnénk Magyarországon bukovina egy székelyektől. Megköszönjük neki, hogy hazahozott minket a számkivetettségből, megmentett a biztos pusztulástól. Proféta, apostol és népvezér különös keveréke volt. Ezt tartotta róla Csuka Zoltán író. Német Kálmán születésének 125. évfordulójára emlékeztek Báta széken. Dr. Német Kálmán kezébe vette a székelyek sorsát, irányítását és hazatelepítésük nehéz keresztjét. Ő volt az, aki elhitette a Bukovinában élő, főként József Fálván élő őseinkkel, hogy el kell indulni, és egy jobb hazareményében ö, elkísérte őket, tehát az utat kitaposta, és a, a hatósági dolgokat elrendezte, hogy ők békében először bácskáig, majd utána ide a völgységig hazatérjenek. Minden évben megemlékezünk, viszont a mai időpont az, hogy 125 éves, azért valamelyest egy jubiláló év, és főleg ebben az évben ez egy érdekes egybeesés, egész pontosan minden évben érdekes egybeesés, hiszen a Nemzetpolitikai Államtitkárság Tamás Járon el emlékévnek nyilvánította a 2022-t, és az érdekesség az egészben, hogy Tamás Járon is ugy ugyanúgy 125 évvel ezelőtt született. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, gyerekkorában ő is sokat hallotta jótevő papról. A nagymamám ugye József Falvi volt, édesanyám anyja is, így minden nap ha akartam, ha nem, én végighallgattam ugyanazokat a történeteket, mint az itt állók a saját szüleitől, nagyszüleitől. Dr. Német Kálmán Pontosan 125 esztendővel ezelőtt született meg Szamosújváron. Erdében szülei részben kunok, részben pedig erdélyi származások voltak, és egész életében valahogy úgy alakult, hogy a bukovinai székelyekkel, a székelyek sorsával kötötte össze az ő életét is. Ferences szerzetesként tanult, illetve utána pedig plébánosként került ki 1932-be Bukovinába, és kapta meg József, József, falvának a, a plébánia hivatalát, illetve ennek a népnek a szolgálatát kezdte el és nagyon gyorsan nem csak a József falviak, hanem gyakorlatilag az, az összes többi magyar falunak a vezetőjévé vált, a papoknak és az egyszerű embereknek egyaránt. József falvából, egy kicsiny faluból, ahol a magyarság lélekszáma talán el sem érte a kétszázat, nagyon gyorsan egy, egy virágzó mintafalut teremtett, ahol felújította a templomot, a plébáni hivatalt, az iskolát, vadaskertet alapított, halastavat hozott létre. Tehát egy olyan szép kis falut varázsolt abból a faluból, amit addig az ott el se tudtak képzelni. Tehát sajnos a sors úgy akarta, hogy sokáig a magyarság már nem maradjon ott, és ezért ő volt az első. Vagy ő volt az az ember, aki, aki a hazatelepítést megszervezte, illetve mindvégig a magyarságban ápolta azt a tudatot, hogy haza kell jönni, hiszen az ottani magyarság a román uralom miatt gyakorlatilag életképtelenné vált illetve hosszú távra megkérdőjeleződött az otthoni magyarságnak a sorsa, és ezért politikai kapcsolatainak is köszönhetően már 1940-ben, aztán 41-ben pedig mindent latba véve megkezdődött az ottani magyaroknak a visszahozatal a Magyarországra. Először a Bácskába, ugye, mert 41-ben felszabadult a Bácska, és később pedig ide a Dunántúra. A József falviak nagy része német Kálmánnal együtt is Bátaszéken telepedett le. Bár ő itt akkor nem kaphatott plébániát, morágyon szolgált tovább, de mindvégig az ő népét szolgálta. Sajnos a politika úgy fordult, hogy a, a kommunista befolyás miatt az ő sorsait ellehetetlenült, és ezért 1947-ben el kellett hagyni a Magyarországot, 66-ban halt meg Amerikában. Az itteni magyaroknak azonban mindvégig a fejében volt a papjuknak a sorsa, és az, hogy valahogyan haza kellene őt hozni Magyarországra, újra kellene temetni. 2000-es 2000 évek elején kezdődött meg egy olyan népmozgalom, ami élére a Székely Szövetség állt, Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, és ennek köszönhetően, egy gyűjtésnek köszönhetően, ahova nagyon sokat adtak amerikai és kanadai Bukovinai székely családok is, meg itt is sokan összeadtuk a pénzt, és sikerült 2005-ben hazahozni a hanvait, illetve újra temetni, és Bátaszéken a nagymamája mellett, ahogy ő is mindig akarta, ott lelt végső nyughelyet, nyug nyugvóhelyet. A város könyvtárának falán egy márványtábla őrzi az emlékét, ahol a bátaszéki székelyek baráti körének tagjai minden évben leróják tiszteletüket. Mindig számon tartották a papjukat, és mindig is megemlékeztek rá, és ez egy nagyon szép dolog, hogy a, az itteni emberek nem felejtik el a múltjukat, Ragaszkodnak hozzá már úgy is, hogy gyakorlatilag a mai élőknek a szülei vagy a nagyszülei születtek vagy értek Bukovinába, de számunkra, az identitásunk számára ez egy fontos dolog.